Farsangnak az utolsó hétvége van Farsang Farka. A székely hagyomány szerint ilyenkor van egy nagy felvonulás, hasonló, mint a busó járás mondjuk a Mohácson. Itt Budajenőnkövet 10-15 éve hagyomány ez, hogy ilyenkor összejövünk és jelmezbe öltözve. Vannak, akiknek megvannak a szerepei, azok olyan jelmezben vannak, például a Cibere Vajda vagy Koncz király. Koncz király, aki a telet, az evés, ivás, dőzsölés. A Cibere Vajda pedig ugye a böjt időszakot, amikor koplalni kell, a hagyma, meg zöldségek. Tehát végül ők összecsapnak, az ő harcuk az, ami kíséri ezt az egész rendezvényt. Végül a kiszabábút elégetik, gyakorlatilag eltemetik a telet. Tél búcsúzott, összekötött farsangi rendezvény, az is Farsang Farka, mert a legvégén van a farsangnak. Honnan, hova megy a menet? Mert úgy tudom, hogy lesz egy felvonulás is. Hát a Magtártól indulunk, Magtáról kimegyünk a Kossuth-Lajos utcába, a főutcára, onnan a főtéren keresztül visszajutunk a főutcán a hagyományozók házáig, ahol elégetik a kiszabábút, és ott pedig egy ilyen disznótoros estebéddel, vacsorával várjuk a vendégeket, a helyiek ingyenesen, akik meg vendégek, azok pedig egy elképes összeget kell fizetni a disznótoros ételeknek az elfogyasztására. Megvásároltuk a disznótoros szükséges mindenféle alapanyagot, lesz itt hurka, kolbász, savanyúmáj, toroskáposzta, tepertő, pecsenye, tehát minden lesz, alapanyagok meg lettek vásárolva. Már végét járja a sódar a szalonna, bár lenne akkora minden gerendo. Iszkereszkor, legyőzték, Koncz király. De most én fogok győzni. Nem uralkodhatsz mindörökké? Most is legyőzlek, Cibere. Nem adom át a helye. Azt csak hiszed. Jól meghisztál azóta. Azt csak hiszed. Egyezzünk ki valamivel. Add nekem ilyést. Jést nem adok. Jön nekünk a jövőlé, és nem adom. Bármi áron megküzdök érte. Megküzdünk érte? Hisz be olyan nagy beteg, hát szinte már rég meghalt. Jaj, jaj, beteg van a háznál. Oda vagy a doktor? Beteg van a háznál. Jaj, jaj, jaj. Támassza föl, támassza föl. Infúziót neki! Infúziót neki! Nem hallott még! Szükségünk van rá! Sütni es kéne, mosni es kéne, beszélni es kéne, és tégedet még síratnom es kéne. Nem ülsz ki többet a híd végére, nem fúvod, nem mondod, járedre, járedre. Drága és meghódtál! Kire marad a gyalogszár? Ki viszel ki a rezódalba? Ki húzza le a rózsaszín bugyikómat, avval a két szép kezeddel? Jaj! Milyen két szép zsebes harisnyája volt neki! Egyik kezét tette belé, vette ki! Jaj, jaj, de milyen jó! Itt hagytált a vég az ember nyakunkon a hideg téllel. Az sem ment ott, hogy elmész, pedig nálunk találtél, te mocsok, te! Jó, nagy
nagyokat idogattál itt, Jenőn a patak partján. Na jó, jó. Menyecskéket pirongatva, fittyet hánytál a hatodik parancsolatra. Gyermekáldásba se volt gondod, tejbe folyba fürdetted anyósod. Azt mondják a rokonai, nem kellett... Dehogy nem kell még nekünk! Üssenek meg a rokonok! Ha elpakoltál, égessünk el, hamvaidat szórjuk széjjel, mi pedig megbecsültünk téged. Buda Jenő központjába kísérünk téged. Még ott meg is! Emeljt ott meg! Pálinka, pálinka! Íjjés az iszákos fajtádat! Meghult már a védés! Most már ihatsz! Halál! Halál! Merre vagy? Húshagyó, húshagyó! A lányokat itt vagyunk! Elmúlik a rövid farsa! Húsulnak a lányok! Ettől a húsulástól! Ráncos a szolgatájuk! Nem tudsz férhez menni! Főlegény szeresni! Vedd elő a szolgatódat! Kezdjen imádkozni! Ó, te rozzad kaloda! Nem való vagy te oda! Nem való vagy te másnak! Csak fűtőnek a pokolba! Hát miből fogytunk ki? Vörös hagyma, fokhagyma, káposztatika! Éjjel halunk! Jaj, jaj, jaj! Elmegy, 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 elmegy! Sirató asszonyok, gyászos gyülekezet! A végbúcsú órája elérkezett. Akit körülöttünk állunk, annak immár vége. Nem sokára lészen csendes pihenése. Itt fekszik előttünk Iés, azaz a véndobai, aki hozzánk többé nem tud szólni. Itt és most elégettetik magában, mert a gonosz halál őt elszólította. De miért lőni hirtelen halálom? Mert tegnap este 3 hordó bort megivott. Ivás közben nem gondolt ő arra, hogy a kaszás nyakszírten ragadja. Az este még megszólta a tököt, mégsem élhette meg a csütörtököt. Hallgassuk búcsúját, miből látni lehet, ki az, kit közülünk a legjobban szeret. Először búcsúzik nevelőanyjától, Andreától, jött csinált a szalmából. Aztán keresztanyjától, annak az urától, s a keresztszülők összes jó pereputyjától. 12 feleség, 52 nagygyermek, 365 unoka vigyáznak arra, hogy az álmát ezentúl senki meg ne zavarja. Pihenje ki magát a jövő farsangra. Búcsúzik falunktól, kicsi és nagyjától, és az itt jelenlévő víg farsangozóktól. Na béke poraira, nem mondom, hogy föld a fogaira, kezdődjék hát a nagybőjt! Azért néha gondolj rá, nem máskor nem farsangtál. Jövőre is visszavárunk, szellemedünk, bolgárunk csinálunk. Aztán megint együtt menünk, vasorásunk, visszékelyen. Kezdődjék a nagybőjt! Kezdődjék, már vége ennek, nem?